Nem volt tumultus a bátaszéki óvoda udvarán. Bármelyik játékot birtokba vehették azok a gyerekek, akiknek szülei a rendkívüli szünet alatti felügyeletet igényelték. Az operatív törzs ugyanis március 8-ától április 7-ig tartó kényszerpihenőt rendelt el az ország óvodáiban és iskoláiban a koronavírus gyors terjedése miatt. Azonban a gyerekfelügyeletet vállalniuk kellett az intézményeknek. A bátaszéki óvoda dolgozóit nem érte váratlanul a döntés. Az elmúlt év tapasztalatait felhasználva úgy gondolom, hogy elég gyorsan meg tudtuk szervezni, hogy a rendkívüli szünet alatt hogyan fog történni a gyerekek ellátása. Miután eldőlt az hétvégén, hogy mégiscsak lesz ügyelet, vasárnap már tudtuk értesíteni a szülőket, és ki tudtuk számukra írni, illetve hát elmondani azt, hogy azokat a gyerekeket várjuk elsősorban, akinek mindkét szülője dolgozik, nem tudja megoldani a gyermeke ellátását, és kiemelten azoknak, akiknek a szülei a védekezésben dolgoznak. Az óvodába járó gyerekek létszáma jelenleg 216 fő, ebből most csak 12 gyermek felügyeletét kérték a szülők. Én azt gondolom, hogy mivel ez jóval rövidebb időszak, mint az elmúlt év, itt tulajdonképpen egy szűk egy hónapról beszélünk, ebben az iskolai tavaszi szünet is benne van, általában a tavaszi, illetve általában az iskolai szünetek alkalmával az óvodában is lecsökken a gyerek létszám. Szerintem ezt a rövidebb időszakot talán könnyebben meg tudják oldani a szülők, akár szabadsággal, akár bármilyen más módon. Kollégák ügyelnek, óvodapedagógusok, dajkák, csoportokban vannak a gyerekek elhelyezve. Azért az, hogy 12 kisgyerek van, nem tettük őket egy csoportszobába, szétosztottuk őket, hogy azért minél nagyobb légtérben, minél kisebb, kevesebb kontaktussal tudjanak játszani. A bölcsödét nem érintette a bezárás, de az intézmény vezetője elmondta, ott is lecsökkent kicsit a létszám. Mivel az intézményünkhöz tartozik a főzőkonyha is, gondolnunk kellett az étkezésre is. Ebben az esetben biztosítani kell a kedvezményes étkezők számára elsősorban az ő számukra a napi háromszori étkezést, és itt nem csak az óvodásokra, itt az általános iskolásokra, tehát a köznevelésben tanuló gyerekekre is. Ezt mi már hétfőtől tudtuk számukra biztosítani. Aki nem kedvezményes étkező, azok számára is úgy gondoltuk, hogy nyitva hagyjuk ezt a lehetőséget. Ebben az esetben a főzőkonyhánkról tudják elvinni éthordóban az ételt, elég sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. Simon Csabáni elárulta, hogy vészelték át eddig a koronavírus járványt. Ha az óvodát tekintem, ez a november-december volt a kritikus időszak számunkra is. Itt azért volt olyan 7 hetek, hogy több mint 10 felnőtt hiányzott, vegyesen óvodapedagógus, vagy dajka, vagy pedagógiai asszisztens. Meg tudtuk oldani, belső átszervezéssel ugyanúgy el tudtuk látni a gyerekeket. A bölcsödére ez nem volt jellemző akkor, tehát a bölcsödei dolgozó nem volt beteg szerencsére. De aztán túl lettünk ezen az időszakon, most, hogy lekopogjam, egészséges mindenki. És hogy visszajöhetnek-e a gyerekek a tavaszi szünet után? Hát én nagyon remélem, hogy igen, nagyon bízom benne, hogy igen, és én nagyon bízom tényleg abban, hogy minél több ember beoltatja magát. Én személy szerint már nagyon várom.